A Harcosok Klubja 2023-as második adását hallják a Spirit FM-en, a szerkesztő ezúttal is Szabó Betti, a műsorvezető Gavra Gábor, vendégeink pedig Puzsé Robert publicista és Schiffer András ügyvéd. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ezt a beszélgetést hát hosszú hónapok óta tervezzük, meg már beszéltünk róla mind Robival, mind Andrással. Azt lehet mondani, hogy két rendszerkritikus értelmiségi, aztán lehet, hogy kikérítek magatoknak, hogy rendszerkritikus baloldali értelmiségivel ülök egy stúdióban, de most azt hiszem, azt el lehet mondani, hogy nagyon másképp látjátok Európa helyzetét, és talán abban egyet fogunk érteni, hogy nagyon sok mindent felülírt ezzel kapcsolatban az elmúlt egy év és az orosz-ukrán háború, amely kitört. Többek között ebben a stúdióban is beszélgettünk már mind a kettőtökkel Európáról és az orosz-ukrán háborúról, és egy ilyen alkalommal, amikor egyébként Toroszkai Lászlóval vitatkozott, Robi azt mondta itt ebben a stúdióban, hogy Magyarország olyan helyzetbe került, amikor választania kell kelet és nyugat között, és egyébként azt is állított, és nyilván erről fogunk beszélni, hogy a magyar kormány a keletet választotta ebben a koordinátarendszerben. Ugyanakkor Orbán Viktor karácsony előtt zárt körben arról beszélt, hogy Magyarországnak nem érdeke a blokkosodás. Én azt javasolnám, hogy szerintem kezdjünk ezzel, aztán fogok majd mind a kettőtöktől idézni. Magyarországnak nem érdeke a blokkosodás, hiszen Magyarország egy olyan blokkba került, olyan blokkba sorolta őt Orbán Viktor, amely blokk a blokkosodás nyomán, a háborús feszültség nyomán, a hidegháború újraéledése nyomán átjárhatatlanná vált. És Orbán Viktor, amikor kirobbant a háború, nagyon váratlanul érte őt meg az elitjét, akkor a rossz oldalon találta magát. A rossz oldalra állította magát. Putyin ügynökeként beékelte magát a NATO-ba és az Unióba, és békeidőben ez még megy is, mert békeidőben a történelem fizetőeszköze a pénz. De háborúban a történelem fizetőeszközévé a vér válik, pénzzel egyre kevésbé lehet elsikálni az ilyen árulásokat, és Orbán Viktor ebben a helyzetben hát magára zárta az ajtót. Magára zárta az ajtót a rossz oldalon. És ezért fáj neki annyira a blokkosodás. Ezért akkor a probléma a blokkosodás. Nem lenne olyan nagy probléma a blokkosodás, ha mi, magyarok, a szövetségeseinkkel tartottunk volna. A NATO-val, meg az Unióval. Csak hogy mi elárultuk a szövetségeseinket, és ebben az árulásban, ennek az árulásnak a pozíciójában Lekváros Bödönnel a kezében érte Orbán Viktort a háború. Ezért olyan nagy probléma ez a blokkosodás. András, azzal az állítással mennyire értesz egyet a Robinak az alapállításával, hogy itt Magyarország vagy a magyar kormány elárult volna valamit? Semennyire. Tudnélék, először is, hogy Gábor, a bevezetődet egy picit pontosítsam, ha szabad. Itt a térképet nem önmagában a putyini agresszió vagy az energiakrízis rajzolta át, egyáltalán gondolkodási térképet, hanem a COVID, illetve a Great Lockdown két esztendeje. Tehát esetleg erről is érdemes majd megemlékezni. Tehát a történelem nem az 2022. február 24-én kezdődött. Tehát a modernitás projektjével kapcsolatos alapvető kérdések nem 2022. február 24-én merültek föl, hanem 2020. márciusában is azt követően. Zárójel bezárva. Én is azt gondolom, hogy nincsen szükségem semmiféle igazolásra, mert elolvashatók, meg megnézhetők a jegyzőkönyvek, ahol én nem általában a külpolitikáját, konkrétan az orosz politikáját is Orbán Viktornak, nem csak ő keményen bíráltam, hanem még ülést is félbeszakítottunk 14 februárjában az atompaktum miatt. Viszont ezt a kelet vagy nyugat választani kell szembeállítás, ezt rendkívül leegyszerűsítőnek, már-már gyerekesnek tartom. Az, hogy Magyarország egy kompország, ez nem pusztán a irodalom, 20. századi magyar irodalomban felelhető toposz, gyakorlatilag az Árpádháziak óta fönnáll Magyarországnak az a szerepe, és ebbe a bizonyos Orbán Balázs által megénekelt állítólagos Orbán Viktor beszédben is ez jön elő, hogy
Mi magyarok a keletieknek addig, és ez egy nagyon fontos kitétel, ha ezt tényleg a miniszterelnök mondta, pontosan addig vagyunk érdekesek, amíg a nyugathoz tartozunk, viszont a nyugat számára is addig értékes Magyarország, és itt az értékes szóról is szeretnék megemlékezni egy kicsit, amíg vannak élő eleven kapcsolatai a kelettel. Tehát arra bátorkodom fölhívni a figyelmet, hogyha nem is megyünk vissza az Árpádokig. Csak az elmúlt 40 évnek a magyar külpolitikai trendjét nézzük, egyetlen trendtörés volt, Robi, 1998 és 2002 között Orbán Viktor első országlása. A késő Kádár korban, ez amit Borvendék Zsuzsa és Mező Gábor elég alaposan föltártak az elmúlt években, nem vicces, ez elég szomorú, hogy 25 évet, 30 évet kellett erre várni, az egész nomenklatúra pontosan azért lett később érdekelt a rendszerváltásban, mert Magyarországot, a magyar elvtársakat, a magyar állambiztonságot keletről is használták arra, hogy akkor is tudnak építeni kapcsolatokat, amikor a Kreml ezt nyíltan nem akarja. Hogy adott esetben hozzá tudnak férni olyan üzleti, ipari titkokhoz, amikhez a szovjetek nem tudnak hozzáférni. Sőt, amikor a kis hidegháború zajlik, az afgán invázió és Gorbacsov hatalomra jutása között, Magyarországnak kitüntetett szerepe van a kelet-nyugati párbeszédben. Tehát én azt gondolom, hogy amikor Orbán Viktor ezt elmondta, vagy a szánsegédje leírta, igazából semmiféle nagy megállapítás nem tett, egy létező helyzetet írt le, és akkor most Gyurcsány Ferenc barátkozásáról Vladimir Putyinnal ne is emlékezzünk meg, ne töltsük ilyenekkel az időt, ezek ugye köztudomású tények. Csak azt szeretném jelezni, hogy mert hogy egyébként a magyar-orosz energetikai kapcsolatok soha nem voltak olyan intenzívek, mint Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Azért azóta is meglehetősen intenzívek szóval, az energetikai kapcsolatok. Szóval, ha valamiért a regnáló miniszterelnököt és kormányt el lehet marasztalni, az nem az, hogy ki akar maradni a blokkosodáson, mert szerintem igen, ez Magyarországnak és a félperifériának alapvető érdeke lenne. A probléma az, hogy azzal nem kalkulál, hogy blokkosodás attól még van, hogy ő ebből ki akar maradni, és Magyarország akkor tudná sérülésmentesebben átvészelni a blokkosodást, hogyha nem is azt mondom, hogy az elmúlt 32, minimum az elmúlt 12 évet, de minimum a grid lockdown óta eltelt 2 évet, azzal töltötte volna, hogy a saját termelő kapacitásait erősíti meg. Felhalmozó kapitalistákkal, tehát mészáros lőrincekkel, meg garancsiakkal, meg és egyebekkel Magyarország soha nem lesz ellenálló a különböző ellátási láncok zavaraival szemben. Ma a polcokon, amikor az emelkedő árakat nézi valaki, ez köszön vissza. Tehát a miniszterelnökkel nem az a probléma, hogy ezt a megállapítást leírja, mert ez egy vas törvénye Magyarország geopolitikai pozíciójának. A probléma az, hogy nekem ezzel voltak parlamenti vitáim is. Én soha nem vádoltam azzal, hogy a nyugatot el akarja árulni, jegyzem meg, mert ezt az egészet egy baromságnak tartom. Egyébként is megvan a saját különbejáratú véleményem az egész uniós bővítési projektről. Tudjuk, ez egy új gyarmatosítás volt valójában a szocializmus bukása után. A problémám az, hogy egy ország függetlenségét nem az szavatolja, vagy szuverenitást, nem az szavatolja, hogyha egy miniszterelnök két irányba árulja a hazát, hanem az, hogyha végre nem seftel se keletre, se nyugatra. Tehát a függőségeknek a duplázása vagy triplázása, az hatványozza egy országnak a kitettségét, függőségét, és Orbán ebbe a csapdába sétál bele. Ha szuverén Magyarországot akar, akkor a hazai gazdaságot erősíti, a magyar termelő kapacitásokat erősíti, de az országnak a kitettségét csökkenti a globális ellátási láncok zavaraival szemben, mert globális ellátási láncokban, ugye pont ezt láthattuk az elmúlt egy évben, igen, okozhat zavart az is, hogyha blokkosodás van, blokkosodás pedig a világban nem attól van vagy nincs, hogy Orbán Viktor mit akar. Dovi. Lehet gyerekesnek minősíteni azt, hogy egy ország, vagy egy állam, vagy egy nép, vagy egy elit választ kelet és nyugat között. Érdekes módon ebbe a gyerekességbe, ebbe belecsúszott a régió összes országa, kivéve Magyarország. Ilyen gyerekes Lengyelország, ilyen gyerekes Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária, Horvátország, Szlovénia. Egyiknek sem okoz gondot oldalt választani a kelet és a nyugat között, még úgy sem, hogy a lengyelek azok amúgy egy nemzeti radikális
állam egy nemzeti radikális kormányzattal, jóformán leválthatatlan nemzeti radikális kormányzattal, jó, nem olyan mértékben bebetonozott nemzeti radikális kormányzattal, mint a magyar, de akkor is egy nemzeti radikális kormányzattal kőkeményen szabadságharcolnak Brüsszel ellen, de amikor egy háború robban ki a kelet és a nyugat között, ez az ukrajnai proxy háború, érdekes módon nem okoz neki gondot olyan gyerekessé válni, olyan gyerekessé infantilizálódni, hogy választani tudjanak a két oldal között. Olyan gyerekesek lesznek, hogy azt mondják, hogy kőkeményen beállnak a nyugat mellé, mert ismerik Oroszországot, éltek orosz megszállás alatt. Bizonyára te is emlékszel arra, hogy milyen felemelő érzés volt az 1991-ben, amikor az utolsó orosz katona elhagyta Magyarországot. Főleg, hogy a születésnapomon hagyta el, így van. Na hát, az egész régióval megtörtént, ez a nagyszerű élmény. Az egész régiónak nagyon emlékezetes a megszállás, illetve a kivonulás. Ennél fogva, amikor Oroszország lerohanja Lengyelországnak a szomszédját, Magyarországnak a szomszédját. Érdekes módon ezeknek az országoknak nem okoz gondot ebben a konfliktusban megtalálni, hogy melyik oldalra álljanak. Nem, és lehet persze gyerekességnek minősíteni. Nyilván nem járatosak a geopolitikában. Hogyha kellően járatosak lennének a geopolitikában, bizonyára Oroszországgal építetnének atomerőművet. De hát nem. Jó, Robi, tehát akkor most egy kicsit tegyünk rendbe a dolgokat. Egyrészt az atomerőmű kérdés szerintem a lehető legrosszabb helyre címzett, mert atomerőmű ügyében nekem mindig elég világos volt az álláspontom 2009-ben és 1986-ban és még félig meddig gyerekként és 2014-ben is. Tehát ezt mondom, rossz helyre nem címzett. Nem az a kérdés, hogy atomerőmű együtt, vagy nem atomerőmű. Mondom, aki atomerőművet akar, a franciákkal is felépíthetik. Csönd, most én beszélek. Együtt tüntettünk az orosz követség előtt a Paks 2 projekt ellen. Én se orosz, se francia, sem amerikai atomerőművet nem szeretnék látni. Pont, én egy atomerőmű nélküli világot szeretnék, úgyhogy szerintem ez most vakvágány, hogy nem ezen... Nem az atomerőműről beszélünk, én hanem arról, hogy az oroszoknak adósítjuk el évtizedekre Magyarországot. De ebbe sincs köztünk vita, mert hogyha a tények egy picit érdekelnének, akkor nyilván tisztában lennél azzal, hogy nekem erről mi volt mindig is az álláspontom, úgy az atomenergiáról, mind az orosz hitelről, vagy nyugodtan mehetünk tovább a kínai hitellel kapcsolatban. Ezzel meg nem is kell nagyon kutakodni, mert épp az imént mondtam el, hogy ha valaki többszörözi a függéseket, tehát nem csak nyugattól, hanem kelettől is függővé teszi az országot, akkor nem a szuverenitását növeli, hanem a függőségét hatványozottan növeli. Nem a szuverenitását, a függőségét növeli hatványozottan az országnak. Ezt tegyük már zárójelbe ezt az atom kérdésen, ebben nincsen vita köztünk. Na most, február 24-én délelőtt a magyar miniszterelnök elég világosan közölte a magyar álláspontot, ami szinte szó szerint megegyezett a német kancellár álláspontjával. Abban a hivatalos magyar álláspontnak se volt soha vitája, és nyilvánvalóan én is ezzel tökéletesen egyetértek, hogy nemzetközi jogi szempontból, nem csak humanitárius, nemzetközi jogi szempontból is az orosz agresszió tökéletesen elfogadhatatlan, igazolhatatlan, semmiféle ezt megelőző esemény, cselekedet, normasértés, azt, hogy egyik szuverén állam a másik állam területét lerohanja, nem igazolja. Tehát az, hogy mi a magyar álláspont ebben a tekintetben és ki hol áll, ez világosan kiolvasható volt a február 24-i miniszterelnöki szózatból. Magyarország ebben a tekintetben elvágólagosan a nyugati szövetségi rendszer mögött sorakozott fel. Ráadásul ezért is volt meglehetősen bizarr ez a nemzeti konzultáció. A szankciók dolgában is Orbán Viktor parírozott egyébként az Európai Unión belül. Ami itt a retorikai bravúriaidat illeti, hogy akkor még hány ország gyerekes, szeretném a figyelmetbe ajánlani, hogy Horvátország elnöke Zorán Milanovic már február 24-ét megelőzően azzal kapcsolatban, hogy hogyan szabotálták el a Minszki egyezmények végrehajtását, hogyan szítják a háborús feszültséget, ez tavaly pontosan egy évvel ezelőtt, Zorán Milanovic olyan mondatokat engedett meg, amit sem az akkori vagy mai magyar államfő, se a magyar miniszterelnök nem engedett meg magának. Tovább megyek,
Hogy Szlovákiának pontosan mi az álláspontja, szerintem ezzel egy picit lassabban haladjunk, mert Szlovákiában hamarosan választás lesz, és a legalábbis az egyik esélyes blokknak az álláspontja meglehetősen megegyező. Zavarba ejtően megegyező, hogyha azt nézzük, hogy az Európai Szocialista Párt tagpártjairól van szó, a Fico-Pellegrini párosról beszélek, meglehetősen egybevágó azzal, ami a jelenlegi magyar álláspont. Lengyelország tekintetében nyilván nem tudunk függetleníteni attól, hogy Lengyelország nem csak a kommunista diktatúrát szenvedte meg, hanem azt megelőzően is a léte szűnt meg, amiatt, hogy a nyugati és a keleti szomszéd alkut kötött a kárára. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a zsigeri russzofóbia ugyanúgy zsákutcába vezet, hiába mosolyogsz ezen, Robi, mint bármiféle zsigeri gyűlölete bármelyik népnek. Népnek. Igen, mert rezsimnek. Akkor... Rezsimnek, rémrezsimnek. Be fogom fejezni, Robi, akkor is, hogyha ordítasz. Nem ordítom, akkor nem a népnek. Akkor... Mondom akkor, amikor sportolók kizárásáról van szó világversenyekről, akkor, amikor az egyetemes kultúrához tartozó írók műveit szelektálják ki, akkor nem tudom ezt pusztán Putyinra meg a Putyin rezsimre szorítani ezt a gyűlöletet. És... Ezek a szankciók lehet, hogy sújtanak sportolókat, de alapvetően szóval... akkor az orosz rezsimet célozzák. Oroszország eközben bebörtönöz sportolókat, nem kizár versenyekről. Szóval... Csak jelzem a különbséget. András. Igen, és ezen kívül még a világon van néhány ország, amelyik bebörtönöz sportolókat, például Irán, és Iránt mégsem zárják ki világversenyekre, úgyhogy ne menjünk bele szerintem ebbe az utcába. Kettős mérce, értem. Azt szeretném, hát az általában a nemzetközi szervezeteket fokozódó mértékben jellemzi. Hát vannak egyéb rémrezsimek is, amelyek sportolókat börtönöznek be, és őket nem szankcionálják szóval, olyan módon. Nem, de Robi, ne beszéljünk marhasságokat. Pontosan tudod, hogy a Putyin rezsimet nem azért szankcionálják a világversenyeken, mert sportolókat börtönöz be, hanem mert a geopolitikai játszmának ez is a része. Pont neked nem kell magyaráznom azt, hogy a tudatipar birtoklása ma már a globális játszmákban milyen szereppel bír, és ez ennek a játéknak a része. Visszatérve Közép-Európára, én azt gondolom, hogy Közép-Európának alapvető érdeke lenne az, hogy legyenek béketárgyalások, mert Közép-Európának is ebben sajátos módon Németországot is beleértem, a történelmi érdeke az az, hogy legyen kapcsolódás Európa nyugati és keleti felek között. Ez nem jelenthet menlevelet az orosz rezsim agressziójára, de például azt a tanulságot le kell vonnunk, és pont nekünk magyaroknak leginkább a helyzetünknél fogva, hogy amennyiben Európán belül nincsen egy világosan garantált kisebbségvédelmi rezsim, akárhogyan fog véget érni ez a háború, akár kiűzik Putyint Ukrajnából, meg is döntik, kitör a liberális demokrácia Moszkvában, akár Putyin bevonul Kijevbe, bármi is a vége ennek a sztorinak, most az atomháborút azt kedélyesen zárójelbe téve, nem lesz tartós béke egészen addig, amíg a kisebbségvédelmi rendszabályokban Európa nem tud megállapodni. Robi? Jó, azzal mennék tovább, hogy mennyire van, mert András ugye ott hagyta abba, hogy mi a közép-európai érdek. Azzal mennék tovább, és akkor a Harcosok Klubja második részét azzal indítanám, hogy van-e ebben a helyzetben, ebben a kelet-nyugati szembenállásban, amelyik ugye felturbózott tavaly februárban Oroszország-Ukrajna elleni támadás, akkor van-e speciális közép-európai, vagy van-e speciális európai érdek, ami mondjuk különbözik az Egyesült Államok érdekétől, illetve visszacsatolnék oda, ahonnan indítottuk, hogy rendszerkritikus értelmiségiek vagytok, mi ma a rendszer? Tehát mennyiben a NER, mennyiben az Orbán rendszer, és mennyiben az a globális rendszer, amelyet egyébként mind a ketten bírálói vagytok, vagy bírálói voltatok az elmúlt években, akkor innen folytatjuk egy rövid szünet után.
Folytatódik a Harcosok Klubja, a Spirit FM-en vendégünk Puzsé Robert, publicista és Schiffer András ügyvéd. Elég heves vita bontakozott ki az első részben, az első fél időben, és lehet, hogy ezt fogjuk még fokozni. Az lenne a második rész elején a bemelegítő kérdésem, hogy hogy látjátok, mennyire van speciális európai vagy közép-európai érdek az orosz-ukrán háborúban? Mennyire van olyan európai vagy közép-európai érdek, amíg eltér az Egyesült Államokétól, és elég erőse Európa, vagy akár a közép-európai országok ahhoz, hogy ezeket az érdekeket képviseljenek, és utána mind a kettőtöktől fogok idézni egyet-egyet, és arra kérem, hogy kommenteljetek a saját idézeteiteket, illetve egymásét. András. Van, vagy lenne olyan európai érdek, ami világosan elkülönbözik az észak-amerikai érdektől, de nem látom Európát, nem jelen helyzetben, gyakorlatilag 1945 óta nem volt olyan pillanat, amikor Európa igazán hatékonyan artikulálni tudta volna a saját érdekeit az Egyesült Államokkal szemben, nincsenek illúzióim, és Európán belül is nyilvánvalóan a félperifériának, és ez nem csak a Covid két éve, nem csak az orosz-ukrán háború, ez így volt már azt megelőzően, és gondoljunk csak a görög adósságválságra, az európai félperifériának, tehát Kelet-Európának, Dél-Európának nyilvánvalóan vannak a centrumországoktól, és elsősorban Németországtól elkülönböző sajátos érdekei. És ha Kelet-Európát nézzük, nyilván, amire az imént is próbáltam utalni, Magyarországnak történelmileg, ha úgy tetszik, Trianon óta van egy sajátos érdeke, mert mi vagyunk az az ország a térségben, amelyiknek, mármint a közép-európai térségnek, amelyiknek a legnagyobb arányban élnek nemzettársai szomszédos országokban. Tehát például a kisebbség védelmi kérdésekben történő összeurópai megállapodás nyilvánvalóan Magyarország számára a legérzékenyebb és a legfontosabb. Jól lehet, az egész térségnek a stabilitása múlik ezen. Tehát határozott igen, többszörös igen a válaszom arra, amit mondasz. Az európai érdek az az Európában élők szabadságában, és nem az olaj, meg a földgáz árában fejeződik ki. Az európai érdek az nem egy kereskedelmi érdek, nem egy gazdasági érdek, hanem alapvetően az itt élők szabadságának a foka. Nem az Egyesült Államok fenyegeti az Európában élők szabadságát, hanem Oroszország történelmileg a periféria fenyegeti a centrumországainak, az európai centrumországainak, és főleg a félperiféria, így Magyarország szabadságát. Az Egyesült Államok leginkább védelmezi ennek a régiónak a szabadságát. Az Egyesült Államok leginkább védelmezi a kontinentális centrum és félperiféria szabadságát. Meg közben keres is egy kicsit a fegyverszállításokkal. Innen. Csönd, most én beszélek. Helyes, helyes. Helyes. Természetesen jó üzlet a háború. Természetesen jó üzlet a fegyverkezés. Nekünk itt Európában nagy szerencsénk, hogy olyan jó üzlet Amerikában a háború és a fegyverkezés, különben már lerohantak volna minket. Az, hogy olyan jó üzlet Amerikában a fegyverkezés, biztosítja a mi szabadságunkat, európai népek szabadságát itt Európában a perifériának az autoriter szándékaitól és a mindenkori perifériának, ami időről időre ráömlik Európára, mint tatár, mint török, mint orosz, ráömlik Európára, hogyha ezt Európa nem tudja visszatartani, akkor Európa ennek a martaléka. Európa a maga erejéből nem tudta megvédeni magát. A második világháború, már az első világháborúban sem tudta megvédeni magát. Mármint az az Európa, az a fajta szabadság, amit mi itt Európában élvezünk az elmúlt 33 évben, Nyugat-Európában meg az elmúlt 70 évben, ez a szabadság, ez nincsen ingyen. Nyilván nincsen ingyen. Ennek a szabadságnak ára van. Lehetséges, hogy az amerikaiak ezen jól járnak, mert fegyvert adnak el Európának. De Európa jelenleg őrjöngve fegyverkezik, hogy megvédelmezze magát. Most ilyen körülmények között
elvárható Európától, hogy tovább kereskedjen Oroszországgal csak azért, mert az olcsóbban szállítja a gázt meg az olajat. Elvárható Európától, hogy tovább kereskedjen és vonja vissza a szankciókat, miközben éppen felfegyverzi magát, mert készül a háborúra Oroszországgal, vagy mert Amerika nem védi meg többé Oroszországtól. Életszerű ez? Én azt gondolom, hogy Európa az a maga szabadságát Amerika segítségével védelmezi meg, mert ez az Észak-Atlanti Katonai Szövetség, ez jelenleg a világrend őre. És ez a világrend itt Magyarországon az elmúlt 33 évben egy relatíve szabad életet biztosított. Sokkal szabadabbat, mint korábban orosz megszállás alatt. Ennek megfelelően az orosz orientáció az nem a szabadság. Tehát Orbán Viktor 2008-ban azt mondta, hogy nyugatról jön a szabadság, keletről meg a gáz. Ez most megfordult? Megfordult? Különös módon? És az egész képlet leegyszerűsíthető arra, hogy Amerika nem érdekelt abban, hogy Európa olcsón vegye a gázt az oroszoktól, inkább majd drága palagázt ad el neki. Idáig kéne leegyszerűsíteni a képletet, és a mi szabadságunkat lefokozni egy kereskedelmi, egy gazdasági kérdéssé. Úgy látom, hogy abban van egyetértés egyébként köztetek, hogy Európa az elmúlt évtizedekben kiszolgáltatottá vált az Egyesült Államok jó indulatának. Tehát, hogyha a Robertnek a logikájából indulunk ki, akkor most tőle fogok idézni, hogy amióta Donald Trump feladta az amerikai impériumot és visszavonult a belpolitikába, Európa államai megszállottan fegyverkeznek, hogy megvédjék magukat, és ugye felteszi azt a kérdést, amit most is, hogy elvárható-e az, hogy kereskedjenek az Oroszországgal, amitől egyébként félnek, és amelyik ugye lerohanta a szomszédjukat. Most az a kérdésem, hogy ha viszont ebben igazad van, Robert, akkor az is igaz, hogy Európának szerinted föl kell fegyvereznie saját magát, hogy ne függjön az Egyesült Államoktól. Hát ezt nem én mondom, ezt ebbe a Donald Trump kényszerítette bele Európát. Hát de például azáltal, Orbán Viktor is mondja, mert azt mondja, hogy közös európai hadseregre van. Így van. Ebben Orbán Viktornak speciál igaza van, már csak az kéne, hogy azt az Európát, amelyiknek a közös hadseregje melletti térvel, azt ne gáncsolja minden egy létező intézkedésében, annak az érdekeit ne adja el Putyinnak, vagy ne adja el Xi Jinpingnek, amint egy jó ajánlatot kap. Jó, hát az álláspontjaink távol, tehát egyszerűen két különböző világnézetet képviselünk. Én soha nem voltam az Észak-Atlanti katonai tömnek barátja, büszkén kampányoltam a NATO tagság ellen 97-ben, és büszke vagyok arra, hogy ez sem 2003-ban, az iraki háború elleni tüntetéseken, sem 2006-ban, amikor George W. Bush látogatása ellen tüntettünk, nem kellett megbánnom. Csak szeretem volna egy a pozícióinkat. Ha jól tudom, mind a két esetben együtt tüntettetek egyébként. Nem tudom, fogalmam nincsen, nincs is jelentősége. Együtt tüntettünk, András. Akkor együtt. Nem én változtam. A történelmi gondolom, helyzet változott. Gondolom, mindannyian változott. A történelmi helyzet változott. Szóval a helyzet viszont az, hogy igen, azzal én nem csak most értek egyet, hanem az ezredfordulón is, hogy Európának önálló biztonságpolitikára lenne, vagy lett volna szüksége, amiben adott esetben perspektívikusan egy közös európai haderő is beletartozna. Az Egyesült Államoknak és Európának nem közösek az érdekei, én ezzel az egész szabadság versus szabadság ellenségei, kelet vagy nyugat, felvilágosodás versus barbárság ellentét pároktól én fázom, nem is tudok, nem is akarok ezzel mit kezdeni. Egyszerűen arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok a globális pozícióit akkor tudja megerősíteni, hogyha lenyomja Európát, ez egyben mind a hadipari megrendelések, mind a különböző agrobizniszben érdekelt cégek és az olajipari érdekeltségek számára is kedvező. A keleti kapcsolat az nem pusztán az olajról, gázról szól. Európa, messze nem Közép-Európa, ez legalább annyira beszélek Németországról is. Már csak azért is, mert én alapvetően annak a pártján vagyok, hogy belátható időn belül a fosszilis energiafüggőségről legyen ez akár palagáz, akár az orosz olaj, szakadjunk le. Ez meg a bolygó jövőjét érinti.
De nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem mindegy Európa fejlődése szempontjából, hogy ez a leszakadás tervszerűen történik meg, egy belátható évtizedes, pár évtizedes terv alapján, vagy pedig egyik pillanatról a másikra, ami alapvetően rendíti meg az európai gazdaságot. De mondom, itt amikor keleti kapcsolatról beszélek, nem, messze nem pusztán az energetikai együttműködésről. Azt látom, hogy ebben a helyzetben Európa nem egy önálló cselekvő, és amikor a Robi úgy állítja be, hogy a periféria fenyegeti a centrum szabadságát, elgondolkodom ezen, tehát lehet egy ilyen beállítás, csak akkor soha ne feledjük el, hogy ha már belemegyünk ebbe a diskurzusba, hogy a periférián azért vannak ilyen barbárok, azért jönnek létre felhalmozó kapitalista, nemzeti burzsóáziát építő különböző autokratikus rezsimek, mert a derék centrum országok, akik fürdőznek a zöld fordulatban, a jogállamiságban, a szabadságban, tetszettek kizsákmányolni a perifériát. Egész konkrétan például a derék skandinávokról beszélek, akiknek a jóléti állama úgy virágzott föl annak idején, hogy közben fegyverszállításban bajnokok voltak. Amikor arról beszélünk, hogy a német zöld átállásnak ugye kulcseleme az elektromos autóipar gyártásnak a felfuttatása, ahol egyébként remek segítséget kapnak Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől is, akkor azért arra is gondolni kell, hogy ami kell az elektromos autóba, azt valahonnan ki kell bányászni. És annak az árát bizony ezeknek a perifériális népeknek nem fizetik meg. Én csak azt mondom, hogy akkor, amikor a centrumot azonosítjuk a szabadsággal, és a perifériát a szabadságot fenyegető barbárságra, soha ne feledjük el, hogy a globális észak volt az, amelyik kizsákmányolta évszázadokon keresztül a globális délt, és éppen ezért talán a globális északnak kisebb arroganciával kéne viszonyulni a globális dél, vagy a globális kelet felé. Ígértem egy idézetet Andrástól is. Nagyjából ugyanakkor született, mint Robinak az említett európai újrafegyverkezésről szóló Facebook poszt. Ez egy Mandinernek adott interjú volt, amelyben András a következőt mondta. Amit az uniós vezetők mondanak a szankciókról, csak kommunikációs blabla. Az pedig, hogy emellett tolják a fegyvereket Ukrajnába, és közben nem tárgyalnak az oroszokkal, egyenesen háborús úszítás. Az a mondat, hogy béke akkor lesz, ha az ukránok győznek, pont nem a béke irányába mutat. Tragédia, hogy a hidegháborúval együtt vége lett a nukleáris leszerelésért indított mozgalmaknak, ahogyan az is, hogy ma nincsenek béketüntetések az európai nagyvárosokban. Az Antony Blinkenek és Sanna Marinak legalább akkora háborús uszítók, mint a Putyin-féle adminisztráció, és ezért nekik is felelniük kell majd. Ugye ez nagyon sok kritikát váltott ki, többek között Robitól is ez az októberi nyilatkozatod. Ugye azt ebben a stúdióban nyilvánvalóan abban egyetértünk, hogy ez a háború azért robbant ki, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az a kérdés, hogy ezzel, amikor az amerikai külügyminisztert, illetve a finn miniszterelnököt egy mondatba helyezed és a felelősségüket összehasonlítod Putyinnal, azzal nem relativizálod-e ezt a támadást, amit Oroszország intézett Ukrajnával szemben? Egyáltalán nem, mert hogyha valaki mondjuk nem propagandát gyárt, hanem tisztességgel elemez egy szöveget, akkor látja azt, hogy én abban az interjúban több helyen is világossá tettem, hogy az agresszió miatt senkivel meg nem osztható felelősség terheli Vlagyimir Putyint, illetve a putyini rezsimet. Tehát innen indulunk. Tehát forgatták ki úgy is a szavaimat, hogy én ugyanolyan háborús agresszornak tartom, nem ez van leírva. A háborús agresszor az nyilvánvalóan Vlagyimir Putyin. 9 hónappal a háborús agresszió után, tehát a háború megindítása után, amikor már hónapok, azt hiszem áprilisban még voltak béketárgyalások vagy tapogatózások, nincsenek tárgyalások, a helyzet eszkalációjáért viszont már nem pusztán az agresszort, nem csak az agresszor terheli felelősség. Tehát az agresszor és az uszító, ez két külön fogalom. Az interjú előtt egy-két héttel volt egy uniós csúcs, és az uniós csúcs találkozó színhelye előtt a finn miniszterelnöknek föltették a kérdést, hogy mi a kiút ebből a háborúból.
A kérdésnek a kontextusából világos volt, hogy az esetleges béketárgyalásokra, nem sokkal korábban volt Henry Kissingernek egy elaborátuma, esetleges béketárgyalások felől próbálják az uniós vezetőket kérdezgetni. A finn miniszterelnök asszony pedig meglehetős arroganciával szabályosan oda vetette az újságíróknak, hogy ha majd Oroszország elhagyta Ukrajnát. Kétségtelen, nemzetközi jogi szempontból nyilvánvalóan az egyetlen legitim megoldás az az lenne, hogyha Oroszország elhagyná Ukrajnát. Ez sem, bocsánat, hiába mutogatsz az interjúmban, ezt is világossá tettem, hogy az, hogy ki itt a nemzetközi jogsértő az agresszió kapcsán, ez fekete-fehérre kérdés, nyilvánvalóan Oroszország. Viszont vannak nem csak hogy realitások, mármint háborús erőbeli realitások, hanem hogy ez egy elég összetett képlet, ami nem pusztán a volt Szovjetunió területére korlátozódik, gondolok itt a koszovói helyzetre például. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen szituációban odavetni ezt a hegyke mondatot, amit a finn miniszterelnök megengedett magának, és az amerikai külügyminisztert azért emlegettem, mert ugyanezekben a napokban hasonló módon nyilatkozott Antony Blinken is, ez megengedhetetlen és háborús uszítás. Tehát ezt meg tudom ismételni, mert a további eszkalációval fenyeget, és amikor eszkalációról beszélek, és bejön itt ugye, én emlékszem a műsorodra, az atomfenyegetés. Én nem abban a játékban szeretnék belemenni, hogy most fogadjunk arra, hogy mekkora az atombluff, ugye, ahogy fogalmazott a Robi. Tegyük zárójelbe, ha már atomról beszélünk, nem kell az, hogy bárki elsüsse valahogy. Én készséggel igazat adok a Robinak, hogy ez egy bluff Putyin részéről. Oké. Napi hírek mennek arról, hogy például a zaporozsiai atomerőmű környékén, de amikor kezdődött a cirkusz Csernobilban, milyen veszélyhelyzetek vannak, hogy Csernobilban pusztán azért, mert a tankok átrappoltak a katasztrófa sújtotta területen, hogy megnőtt a háttérsugárzás. Teljesen mindegy, hogy szándékosan vagy véletlenül, és melyik fél oldaláról. Ha például egy atomerőmű kap egy találatot, jegyzem meg, Robi, a sokkal nagyobb fenyegetettséget jelent mindannyiunk számára, mint mondjuk egy taktikai atomfegyvernek a bevetése. És még egy valami, amit még ennél is, ha úgy tetszik, fontosabbnak tartok, és nem győzök hangsúlyozni, amit, bocsánat az önismétlésért, de kénytelen vagyok még egyszer elmondani. Ha kizárjuk a nukleáris konfliktus lehetőségét, ha kizárjuk a nukleáris baleset lehetőségét, amit azért sokkal óvatosabban lehet csak sajnos kizárni, akkor is ott van az, hogy bárkinek a győzelmével is végződik ez a konfliktus, vagy befagyott konfliktus lesz, amire szintén van példa. És talán ma a legnagyobb esélye. Tartós béke. És itt azért mondom, a vigyázó tekintetünket azért a Balkánra is vessük egy kicsit. Tartós béke addig, amíg a kisebbségvédelmi kérdésekben nincsen összeurópai, tehát Moszkvától Dublinig terjedő megállapodás, nem lesz. Tehát Robi, a szabadság katonái betrappolhatnak Moszkvába, ettől még a nemzetközi jogi szempontból létező Ukrajna határain belül milliós orosz kisebbség él, és a sor folytatható tovább, ami egy potenciális fenyegetést jelenthet, hiába tűzött ki a szabadság zászlaját a Kremlre. Tehát én ezért tartom végtön felelőtlennek ezeket a mondatokat euróatlanti, tehát európai-amerikai politikusok részéről, mert nyilvánvalóan miközben az agresszióért senkivel meg nem osztható felelősség terheli az orosz elnököt, hogy ennek a háborús konfliktusnak vége legyen, és ne éledjen újjá a háborús feszültség 5-10-20 év múlva, ezért most már a felelősség viszont osztott. Hatalmas német kisebbség élt a Csemorva protektorátus területén, és hát Münchenben ezt nagy hatalmak rendezték is. Meg is volt a jogos biztonsági követelése a német kisebbségre vonatkozóan Adolf Hitlernek. És ezt Európa méltányolta is ezeket az elvárásokat. Sikerült is elkerülni a második világháborút valóban. Hát itt csak a kisebbségeknek a helyzetét kell rendezni, és akkor ezek az agresszorok, hát ezek megjuhászodnak. Hát itt a kisebbségeknek a helyzete okozza ezt a konfliktust. Hát itt az Ukrajnában élő orosz kisebbségnek a helyzete rendezve lenne, hát Putyin, hát hol lenne ő agresszor, hát hol vonult volna ő be Kelet-Ukrajnába? Hát sosem tenne ilyet. Az a helyzet, hogy Sanna Marin helyzetét nagyon is meg lehet érteni. Nagyon is meg lehet érteni. És a kijelentése az pedig kényszerű volt.
Finnországnak 1340 kilométer hosszú közös határa van Oroszországgal. Azzal az Oroszországgal, amelyik a második világháború idején lerohant a Finnországot, és a finneknek a saját vérük feláldozásával kellett megvédeniük a hazájukat az orosz katonákkal szemben. Annak a Finnországnak, amelyik jelenleg nem NATO tag, tehát nem védi meg az Egyesült Államok Oroszországtól. Ez a Finnország hát legalábbis fenyegetve van Oroszországtól. Sanna Marin nem azt mondta, hogy majd akkor lesz béke, ha bevonulunk Leningrádba. Nem ezt mondta. Azt mondta tényszerűen, hogy akkor lesz béke, ha majd Oroszország kivonul Ukrajna területéről. Oroszország garantálta Ukrajna területi szuverenitását 5 különböző nemzetközi egyezményben. 5 különböző nemzetközi egyezményben. Sanna Marin nem mondott többet, mint azt, hogyha majd ezeknek a nemzetközi egyezményeknek, amiket Oroszország aláírt, az utolsó, volt köztük egy, amelyiket ráadásul Budapesten írt alá, ha majd ezek teljesülnek újra, akkor majd béke lesz, mondta Sanna Marin. Mit kellett volna válaszolni az újságírói kérdésre Sanna Marin finn miniszterelnök asszonynak? Azt kellett volna válaszolnia, hogy majd ha Putyin úr jogos biztonsági igényei, elvárásai teljesülnek, akkor majd béke lesz? Ezt kellett volna mondani a Sanna Marinnak. Ez nem lett volna háborús huszítás. Ez bizonyára felelősségteljes politikusi nyilatkozat lett volna. Na most, hogyha így áll a dolog, hogy Oroszország így fenyegetheti a szomszédait, akiknek azt kell mondaniuk, hogy hát Putyin úr biztonsági igényeitől függ, hogy mikor lesz béke, akkor mi is a baj az imperializmussal, András? Mi a baj? Mi a baj ezzel, hogyha Kelet-Európa meg Észak-Európa népeinek Oroszország meg a Kreml szája íze szerint kell megfogalmazniuk a saját biztonsági igényeiket, szükségleteiket? Az a helyzet, hogy Oroszországnak nem elég semmi. Oroszország biztosította Ukrajnának a területi szuverenitását, Ukrajna pedig ennek fejében leszerelte az atomfegyvereit és átadta Oroszországnak. Oroszországnak ezt most tudomásul kéne vennie, de nem tudja tudomásul venni, nem hajlandó tudomásul venni. Előbb jött a Krím, és a nyugat engedett. A nyugat nem feszült be. Az történt, a felelősségteljes politizálás történt, és azt mondta a nyugat, hogy ezt a békát lenyeljük. És elég lett? Megelégedett Putyin? Na most ezek után én azt szeretném megkérdezni tőled, András, hogy te szerinted mi az a béke, ami megfelelne? Mi az a béke, amivel te elégedett lennél? Mi az a béke, mert te megfenyegetted Sanna Marint a hágai nemzetközi bíróságban. Nem fenyegettem, ne hazudj, mondtad, hogy, ne hazudj, mondtad, hogy, ne hazudj, nincs ilyen szöveg ott, vedd elő, nincs ott. Nincs felelnie hágai, kell, mondom, majd hága, felelnie kell. Politika, nincs hágai, ne hazudj. Jó, de akkor hogy értetted azt, hogy Sanna Marinnak felelnie kell? Politikai felelősség, így van. De mit jelent az, hogy felelnie kell? Jó, hogy érted? Okay. Mit jelent az, hogy Sanna Marinnak felelnie kell? Tehát a döntő kérdés az az, jó, nem hágára értetted. Akkor hol kell a finn miniszterelnöknek felelnie azért a kijelentéséért, hogy akkor lesz béke, ha Oroszország elhagyja Ukrajnát? És mi az a béke, amivel te elégedett lennél, amire azt mondod, hogy az a nyugat részéről helyes és reális politika, és megfelel a te békevágyadnak. A politikai felelősség az egy választáson, feltételezem, a finn választók. Hát majd a finn választók megbüntetik ezért a kijelentésért. A hülyeségekre nem... De akkor nem, hogy értetted, mondom, hogy felelnie kell? A hülyeségekre kell? Nem tudok válaszolni. Mit jelent, Robi, hogy felelnie kell? Felelnie kell, ez egy erkölcsi felelősségvállalás, ez nem pusztán nyilván a finn választókról szól, hanem az emberiség, vagy ha jobban tetszik, a történelmi ítélőszéke előtt. Ennyi. Mi lenne az a béka, amivel elégedett lennél, András? Nekem lenne egy ezt kiegészítő kérdésem, főleg hozzád, Robi, hogy azt viszont mennyire tartod reálisnak, hogy Oroszország elhagyja Ukrajna teljes területét, beleértve a Krímet is, mondjuk középtávon. Tehát, hogy véget érhet-e úgy a háború, ahogyan a... Most nem, tehát... Csak úgy érhet véget a háború. Hát az a helyzet, hogyha most Ukrajna egyébként... Persze, lehet azt mondani, András, akár én is mondhatom, hogy adják föl Kelet-Ukrajnát, nekünk nem drága,
De hát az ukránok nem akarják feladni Kelet-Ukrajnát, az az ő országuk keleti része. Persze mi könnyen mondjuk, hát lehet, hogy a románok is nagyon könnyen mondanák azt, vagy akár az osztrákok nagyon könnyen mondanák azt, hogy adjuk fel a Tiszántúlt. Miért nem adjuk fel a Tiszántúlt? Hát az az orosz medvének a jogos biztonsági igénye, hogy adjuk fel a Tiszántúlt. Nem olyan nagy dolog a békér, vagy atomháborút akarunk? Háborús uszítók vagyunk? És akkor mondjuk feladnánk a Tiszántúlt. Megelégedne Putyin a Tiszántúllal? Úgy, ahogyan a Krimmel megelégedett? Itt ez a döntő kérdés. Lehet, lehet azt mondani, mondjuk tegyük fel, hogy az ukránok meggyőzhetők arról, hogy Kelet-Ukrajnáról le kell mondaniuk annak fejében, hogy béke legyen. Csak úgy, mint a Krimről. Azzal majd Putyin megelégszik? Az a történelmi tapasztalat, hogyha az autoriter rezsimeknek ezek a tekintélyelvű vezetői, ezek gyengeséget, gyávaságot és megalkuvást tapasztalnak, akkor visszavesznek, akkor visszafogják magukat, akkor megelégszenek, akkor azt mondják, hogy legyen itt a határ. Nem arról van szó, hogy ők agresszívak, agresszív módon blöffölnek, az atommal fenyegetnek, tulajdonképpen azért, hogy kiblöfföljék a világrendet a maga stabilitásából, hogy előidézzenek egy olyan pánikot, mint amilyen a karanténpánik volt a Covid-hisztéria idején, a nyugat az bénuljon meg, legyen cselekvésképtelen, ijedjen meg ugyanúgy a saját árnyékától, mint a Covid-hisztéria idején, ijedjen meg az atomháború fenyegetésétől, és engedje el Ukrajna kezét, és ő vonulhasson be Ukrajnába, és akkor teljesülnek a jogos biztonsági igényei, és biztos, hogy ott lesz majd a határ. Biztos, hogy az majd az a pont lesz, ahol megelégszik. München volt az a pont, ahol Hitlerrel meg lehetett egyezni, és tartós békét lehetett kialakítani. Ez a történelmi tapasztalat? András, ehhez van hozzáfűzni valód? Nincs hozzáfűzni való. A hitlerezés mindig egy nyerő kártya, mert ez nyilván az érveknek a non plus ultrája. Jó. Tehát akárhogy is egy történelmi analógia. Ne, a történelmi analógiáknál nagyobb ostobaságot én kevesebbet tudok említeni. Jó, de a kérdés akkor is áll, András, mi az a béke, ami szerinted helyes és jó lenne, és amivel megelégedne Oroszország? Hiába ordítasz, erre a kérdésedre akkor sem adható így ebből a székből, vagy akár a tiédből, lehet, hogy hangerővel a kompetencia pótolható, megalapozott válasz. Én pontosan azért hiányolom azt, hogy tavaly tavasz óta nem folynak tárgyalások, mert a béketárgyalásoknak az egyik ismérve az, hogy akik az asztalnál ülnek, rendelkeznek azokkal a nem pusztán hírszerzési, katonai biztonsági információkkal, amik a tárgyalási pozíciókat megalapozhatják. Én lehet, hogy Robi, te rendelkezel, nem feltételezem, én biztos, hogy nem rendelkezem azokkal a háttérinformációkkal, amikkel egyébként én meg tudnék alapozni egy úgymond innen magyar vagy európai szemmel kívánatos elérendő célt. Nem tudom. Én azt mondom, hogy legalább tárgyalni kell, én laikusként azt vártam volna el, hogy miközben helyeseltem az első szankciós csomagokat, azt gondoltam, naívan, beismerem, hogy az első szankciós csomagok, de nyilvánvalóan valamennyire fájnak az orosz rezsimnek, azt a célt szolgálják, hogy pozíciót szerezzen Európa a béketárgy és Ukrajna is a béketárgyalások érdekében, tehát ez is egy nyomás annak irányába, hogy Oroszország leüljön tárgyalni. Hozzáteszem, hogy az emlegetett megállapodások, egyezményeknek része volt egyébként a kisebbségvédelmi rezsim, ez a Minszki 14-es és 15-ös megállapodás, tehát lehet itt hitlerezni és megkerülni az alapvető kérdést, ettől még a probléma fog maradni, amit megint csak hangerővel nehéz kisebbíteni, és a 90-es évek elejei megállapodások, például a budapesti megállapodás körüli tárgyalásokban arra is ígéret hangzott el egyébként, ha jól emlékszem, még Gorbacsov irányába, hogy az Euróatlanti Szövetség nem fog terjeszkedni a volt Szovjetunió területére, most a Baltikumot ide nem értve. Tehát a kérdés az úgy is felvethető, hogy egyébként az Euróatlanti Szövetség hajlandó-e az egész korábbi stratégiáját, tehát a 14-et megelőző stratégiáját átgondolni Oroszországgal kapcsolatban. Én egyet biztosan tudok, hogy úgy béke nem volt soha, hogy legalább a tárgyalásokra kísérletet ne tettek volna, azt viszont egészen tragikusnak tartom, hogy európai, amerikai részről
22. áprilisa óta minimális, pontosan erre mondtam a Sanna Marin nyilatkozatot, a minimális hajlandóság nem volt arra, hogy miközben történnek katonai műveletek, miközben működnek szankciós csomagok, a helyzetet kihasználjuk arra, hogy próbáljunk valamilyen modus vivendit találni az oroszokkal. Mert afelől mondom még egyszer, ne legyen illúzió, ha a nyugat győzelmével végződik ez a háború, ha összeomlik a Putyin rezsim, pillanatig nem fogok könnyeket hulajtani Putyin iránt, épp elégszer tüntettem ellene a ruszki követség előtt. Oroszország akkor is egy létező szereplője lesz, nem csak a geopolitikának, az európai politikának. Tehát amit te elrettentő példaként említettél, ezt ugyanakkor lehet úgy is formulázni, hogy ez az európai történelmi realitás. Tehát úgy, hogy egyoldalúan, nem az, hogy Európa saját érdekeit, Amerika saját érdekeit oktrojálja rá Kelet-Európára, úgy időszakosan vége lehet a konfliktusnak egy nyugati győzelemmel, tartós biztonság Európában nem lesz. Tehát még egyszer, ha én most tudnék kimerítő választ adni a kérdésedre, ami valójában blöff, hogy a szavaiddal éljek, az azt feltételezné, hogy rendelkezem olyan katonai hírszerzési információkkal, amikkel nyilvánvalóan nem csak, hogy én nem rendelkezem, sajnálatos módon illek a gyanúval, hogy a magyar kormány sem rendelkezik. A békének az egyetlen történelmileg igazolható, vagy a történelem által úgymond igazolt biztosítéka, az az erőegyensúly. Mindig és csak is erőegyensúly körülményei között tudott béke kialakulni. Úgy, hogy az egyik oldal gyengeséget tanúsít, a másik oldal agresszív, az nem békét eredményez, hanem tartós fenyegetettséget, illetve megszállást eredményez. András? Csak itt két dolgot szeretnék pontosítani. Egyrészt az, hogy ki van erőfölényben, az nem pusztán az Oroszország és Ukrajna közötti katonai erőegyensúly vagy egyensúlytalanság kérdése. Ma a világon nyilvánvaló túlerőben azok a globális nagyvállalatok és tőkeérdekeltségek vannak, amelyeknek a gyökerei Észak-Amerikában nyúlnak vissza. Ezeknek nem csak mi itt Európában, Kelet-Európa, Ázsia is sok tekintetben ki van szolgáltatva. Tehát a történetet innen kell kezdeni. A másik, persze, abban neked igazad van, Robi, hogy a békének feltétele az erőegyensúly, de itt jegyezném meg, hogy ez nem a mai világban, ez nem pusztán katonai erőegyensúlyt jelent, hanem gazdasági erőegyensúlyt is jelentene. De legalább annyira fontos biztosítéka a békének, hogy világos, morális rend legyen. Arra szeretnék csak utalni, hogy úgy nem lehet békét teremteni, hogy egyfelől egy morális lángpallost villantva megyünk Oroszországgal szemben, hogy Ukrajna területi épségét védeni kell, hogy téged idézelek, az ukránok nem akarják feladni ugye Kelet-Ukrajnát maguktól. Rendben van, én ezzel szimpatizálok, és el is fogadom, hogy jogos. Mi a helyzet akkor Koszovóval? Tudnék, a Szerbiának az integráns területi része, és ugyanez a nyugati blokk, including Magyarország, meg azt mondta, hogy elismeri Koszovó függetlenségét. Csak arra szeretnék rávilágítani. Tartós béke, és messze nem pusztán Ukrajnáról beszélek, hanem egész Európáról. Európai stabilitás úgy nincsen, hogy a pillanatnyi amerikai katonai és gazdasági érdekek alapján váltogatjuk az értékeinket, és az éppen aktuális jogelveket, amiket másokon be akarunk vasalni. Azért vágok csak közbe, mert sajnos a tévés és rádiós műsoridőnk lejárt. Egy pici türelmet még Puzsér Robert és Sifer Andrástól kérem, mert szerintem most kezdünk belemelegedni, és innen folytatjuk. A Spirit FM hallgatóinak és az ATV Spirit nézőinek köszönöm a figyelmüket, Szabó Betti kollégámnak köszönöm a szerkesztést, és akkor a Spirit FM YouTube csatornáján folytatjuk még egy kicsit Puzsér Robert és Sifer Andrással. És akkor ez a Harcosok Klubja Extra. Én az András utolsó mondataihoz kapcsolódva szeretnék még egy kérdést föltenni, mert ugye amiről Robi, te beszéltél, és amiről egyébként a finn miniszterelnök asszony beszélt, az ugye az, hogy Oroszország távozzon Ukrajnából. És
láttad a Minszki szerződés, illetve Müncheni szerződések közötti párhuzamot, illetve egy Putyin-Hitler párhuzamot. Csak hogy a II. Világháború egy feltétel nélküli német megadással ért véget, és azért az, hogy Oroszország feltétel nélküli megadásával fejeződjön be ez a háború, az azért kevéssé valószínű. Nem, hát az atomháborút jelentene. Nyilvánvaló, hogy nem, arról, nem is arról van szó, hogy, hogy Oroszország feltétel nélkül tegye le a fegyvert, mert az tehát Oroszországot, nyilván senki nem akarja Oroszországot térdre kényszeríteni, csak visszaszorítani a saját határai mögé. Mindössze erről van szó. Senki nem akar bevonulni Oroszországba, teszem hozzá, Lengyelország sem, Finnország sem akar bevonulni. A NATO-nak nincs ilyen hadműveleti terve, hogy megszállja Oroszországot. Oroszország az, amelyik bevonult egy szomszédos országba, amely országnak a területi szuverenitását korábban szavatolta. Hát ez probléma. Szóval mielőtt a Robi így teljesen viccet csinálna, és ezt a eléggé nem tudom, és máskor te is sérelmezni szoktad ezt a fasisztázást, meg a Hitler kártyának a kijátszását, ezt a müncheni analógiát fölhozod, meg a szudéta németekkel kapcsolatban milyen hitleri követelések voltak, hogy én miért utálom rettenetes mód a történelmi analógiákat, csak néhány példa. Egyrészt a Masaryk féle csehszlovák köztársaság, bár finoman szóval nem bánt kifogástalanul a kisebbségekkel, fizikai rendszeres fenyegetést nem jelentett az ott élő szudéta németek számára, szemben az elmúlt évek Ukrajnája, és nem csak az oroszok, magyarokról is beszélhetünk. Ahogyan oroszokkal, magyarokkal és románokkal bánik a példamutatóan demokratikus és korrupciómentes kijevi rezsim, az minden tekintetben szembe megy azokkal a jogelvekkel, amik a különböző európai emberjogi egyezményeket átsolták. És ugye azon az apróságon se lendüljünk túl teljesen, hogy szemben ezzel a egészen hajmeresztő harmadik birodalom versus Masaryki Csehszlovákia analógiájával, itt a helyzet az, hogy kemény 70 éven keresztül, és akkor most a megelőző cári időszakot ide se vegyük, ez egy birodalomnak a része volt. Ami, bocsánat, nem azt jelenti, hogy Ukrajnának ne lenne ugyanolyan joga a területi integritáshoz és a függetlenséghez, mint mondjuk Magyarországnak, csak vannak olyan apró problémák, hogy egyrészt addig, amíg Magyarországnak a határait, ha már itt Tiszán túloztál, Magyarországnak a határait ugyan igazságtalan rablóbékékkel, de mégiscsak két nemzetközi egyezmény fogadtatta el ismert. Tehát Trianon meg a Párizsi Békeszerződésről 47 februárjáról beszélek. Addig, és ez, ha úgy tetszik, ez a művelt nyugatnak is, nekünk is a mulasztásunk, a volt Szovjetunió belső határai ide nem értve a Baltikumot, az úgymond tudomásul lett véve, hogy amit a korabeli szovjet alkotmányok meghúztak, hogy belső határok, innentől kezdve ezek a nemzetközi jogi határok. Érted, Robi? Tehát akár a magyar trianoni államhatárok, akár az első világháború utáni csehszlovák államhatárok, most független attól, hogy ezekről a békerezsimekről mit gondolunk, csúnyákat, tök mindegy, ezek mégiscsak az európai kollektíva, vagy az első-második világháborúban részes, győztes nemzetek megállapodása, tehát valamiféle ilyen-olyan csúnya, gonosz, stb., de mégiscsak egy nemzetközi megállapodáson alapultak. A nemzetközi közvélemény elmulasztotta azt a Szovjetunió felbomlása után, hogy a Szovjetunió belső határai tekintetében valamiféle hosszú távú megállapodást kössön. Ez egy helyzet, ez ma már nem reparálható, csak jelzem, hogy ebben merőben eltér az első világháború utáni közép-európai helyzet és a 91 utáni volt szovjet vagy fákon belüli helyzet. A másik, hogy Ukrajna esetében éppen az a szovjet előzmény miatt, meg az azt megelőző szláv birodalmi előzmények miatt, nem pusztán arról van szó, hogy hát igen, él valamekkora kisebbség. Magyarok vonatkozásában lehet ezt mondani, csak legfeljebb nem túl ildomos innen Magyarországról, hogy hát él valamekkora kisebbség Kárpátalján. Tehát olyannyira milliószámú embertömegről beszélünk, hogy ha megnézed a korábbi ukrán elnök választásokat, gyakorlatilag rendszeresen az az eredmény jött ki, hogy az ország egyik fele ide szavaz, másik fele oda szavaz. Érted, Robi? Tehát nem, még csak azt mondom, hogy még csak nem is az a szituáció, mint a szudéta németeknél, vagy a kárpátaljai magyarságnál, vagy az ukrajnai románságnál, hogy 4-5-10% fele-felébe oszlott meg, és hogy még tragikusabb legyen, mert ez, bocsánat,
Ezzel én nem valami jó dolgot mondok most így idézőjelben, hanem a helyzet tragikumát próbálom megvilágítani, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol temérdek olyan család van, ahol vegyes házasságok születtek, nem most a rendszerváltás, vagy a Szovjetunió felbomlása óta, hanem az elmúlt 80 évben. A maga Gorbacsov nyilatkozott még a halála előtt úgy, a háború megindulása után, hogy neki azért nehéz a dolga, mert egyik ágon ukrán, másik ágon orosz. Nézd meg, hogy hány olyan ukrán elnök volt, és bocsánat, ez egyáltalán nem érve a ruszki invázió mellett, félre ne értsd vagy magyarázd, hogy hány olyan ukrán elnök volt, aki gyakorlatilag akkor tanult meg ukránul, amikor elindult az elnökválasztási kampányban. De csak azt akarom mondani, hogy a kisebbség, én azt gondolom, hogy a kisebbségvédelem egy súlyos stabilitási és emberjogi kérdés egész Európában, de egész egyszerűen a kelet-európai, vagy értsd, a volt Szovjetunión belüli stabilitás részben a nemzetközi közösségnek a hidegháború utáni mulasztásai miatt, részben pedig 14 után a Minszki megállapodás elszabotálása miatt egy meg nem kerülhető kérdés, bárhogyan végződik ez a háború, ha a kisebbségvédelmet, ahol mondom még egyszer, nem arról van szó, hogy hát él ott 100-200 ezer orosz, hát tegyünk velük valamit. Az ország egyik fele szinte ilyen, másik fele olyan. Lehet, hogy a putyini agresszió egyébként sok orosz, vagy gyökereiben oroszt is átfordított a honvédő ukrán oldalra, én még ezt se tagadom, de hosszú távon a béke nem lesz megoldva. Csak erre próbálom, és amikor én óvatosan fogalmazok szemben a finn miniszterelnökkel azzal kapcsolatban, hogy mi a kiút, hogy nem pusztán annyi, hogy az oroszok kivonulnak, én például ilyesmire gondolok. Hiába kiszorítod a ruszkikat, a sajok menjenek haza, ahogy mondod, Robi, tök jó, én most aláírnám, hogyha ez ennek a kérdése lenne, mi lesz másnap? A Ukrajna elfogadott területi határain belül. Ebben nekem ez a költői kérdés. Nincsen vita köztünk. Az a tény, hogy a nyugati normák szerint, vagy európai normák szerint rendezzék az ott élő kisebbségek helyzetét, és hát itt azért nem feltétlenül a francia minta az irányadó. Nem feltétlenül a franciáknak a kisebbségeikhez való hozzáállása az irányadó, hanem mondjuk inkább úgy, hogy a németeknek a kisebbségeikhez való hozzáállása inkább tekinthető annak. Igen, igen, ez valóban helyes és jó lenne, és valóban, de nem érdemes szerintem az ürügyet az okkal felcserélni, vagy összetéveszteni. Nem mindig az van ürügy. Mi lesz utána? Minden háborúhoz tartozik egy ürügy, és minden háborúhoz tartozik egy ok. De amikor az ürügyet nevezzük meg oknak, és azt mondjuk, hogy majd, ha az ürügy elhárul, akkor majd béke lesz, akkor az a önmagunk megtévesztése az agresszor retorikájának a mentén. Robi, kiforgatod, vagy nem értetted, lehet, hogy ebben én vagyok a hibás az én érvelésemet. Én nem az ürügyet keverem össze azokkal, mert neked akkor lenne igazad velem szemben, hogyha én úgy érvelnék, hogy miután Vlagyimir Putyinnak igaza volt, hogy bevonult oda, mert nem tartották be a Minszki megállapodásokat, tehát először tegyünk igazságot Vlagyimir Putyinnak, Putyin felé, és utána ő takarodjon ki, akkor ha én ezt mondtam volna, akkor igazad lenne velem szemben. De én nem ezt mondtam. Pontosan azt mondtam, hogy ugyan a Minszki megállapodásokat elszabotálták az ukránok meg az európaiak, de ez sem, háromszor mondtam el csak ebben a műsorban, ez sem menti a putyini agressziót. Önmagában a Minszki megállapodásnak a felrúgása, vagy be nem tartása, nem érvényesítése, nem, semmilyen módon nem támasztja alá az orosz agressziót. És világos, Robi. Uh-huh. Menjünk tovább. Amit az előbb elmondtam, az nem az az érvelés, hogy az ürügyet az okkal keverem össze, mert nem azt mondom, hogy amíg nem szolgáltatnak szegény Putyinnak igazságot, addig tűrjük el azt, hogy idegen területeket tapold a rakétáival, meg a tankjaival. Tehát amíg nincs új ukrán nyelv törvény, addig. Így van, én azt mondtam, hogy oké, lehet a Sanna Marini politikát, vagy a Puzséri logikát követni, és először is Oroszország táguljon Ukrajnából, pusztán arra szerettem volna, és szeretném most is fölhívni a figyelmet, hogy független attól, hogy mi volt Putyinnak az indító oka, hogy bement, és úgy kell kiverni őt onnan, ha a kisebbségvédelmi rezsimet nem élesítik, ha a Minszki megállapodásokat nem hajtják végre, és a többi, és a többi, akkor hiába takarítják ki az oroszokat Ukrajna területéről, a helyzet nem lesz megoldva. Érted? Tehát én nem az ürügyet teszem
az ok elé, vagy hogy fogalmazzak, hanem azt mondom, hogy oké, legyen neked igazad, de másnap a feszültség ugyanúgy újjá fog éledni, legfeljebb nem lesz már Putyin a saktáblán. Érted? Utolsó kérdésem mind a kettőtökhöz. Úgy kezdtük az egész beszélgetést, hogy rendszerkritikus értelmiségiek vagytok, rendszerkritikus baloldaliak vagytok, aztán néha ezt utóbbi cáfolni szoktátok. Ma Magyarországon, Európában mi az a rendszer, amivel szemben, vagy amihez képest ti ellenzékiek vagy rendszerkritikusak tudtok lenni? Tehát a NER, ahogyan Robi fogalmazott, az Európa centrumát keletről fenyegető periféria, vagy éppen az a fajta globális rendszer, aminek egyébként a kiépülését éppen a COVID és a háború éveiben láttuk. Bármelyik kötök kezdheti. Hát, hogyha úgy hangzik a kérdés, hogy melyik lázadás az igazi, a globális hálózatok elleni lázadás az igazi, vagy az autoriter rezsimek elleni lázadás az igazi lázadás, akkor ez nyilván kontextus függő. Nyilván akkor, attól függ... Bocsánat, Robi, akkor kérdezem más, hogy lehet-e egyszerre kormány és rendszer kritikusnak, vagy egyszerre NER kritikusnak, és ennek a globális rendszernek a kritikusának lenni? Szerintem mindkettő kritikusának kell lenni, de nagyon nem mindegy, hogy a hangsúlyok hol vannak. Hát arra mondom, hogy kontextus függő, hogy annak a bizonyos lázadásnak a helye és az ideje az nem mindegy. A helye és az ideje határozza meg, hogy melyik lázadás az adekvát, melyik lázadás az érvényes, melyik lázadás minősül rock'n'rollnak, mondjuk. Én úgy látom, hogy itt ma a jelen helyzetben egy autoriter rezsimben élünk, egy másik autoriter rezsim által lerohant szomszéddal. Itt ma ezek között a körülmények között a globális hálózatok ellen lázadni gyávaság. Itt és most gyávaság. Itt és most ebben a rezsimben, ennek a rendszernek a 13. évében Brüsszel meg Washington ellen lázadni a rendszer propagandájának a hátszelével gyávaság. Itt ma a keletre leszállított néplelket megvallani és kiszolgálni gyávaság. Az Európai Bizottság ellen ezzel az állami hátszéllel lázadni itt ma Magyarországon, én úgy ítélem meg, hogy gyávaság. Nem rock'n'roll. Ugyanúgy, ahogyan gyávaság volt Dinny és Józsefnek a vietnámi háború ellen a KISZ központi bizottságának, vagy a KISZ kulturális irányvonalának megfelelően lázadni. Az a lázadás, az nem az a lázadás volt, mint ami Bob Dylannek a lázadása volt Amerikában a vietnámi háború ellen. Erre mondom, hogy ez kontextus függő. Bob Dylan Amerikában a vietnámi háború ellen lázadva meg tudta írni a maga lázadásának az érvényét és a hitelességét. Dinny és József Kelet-Európában a KISZ által meghatározott irányvonalon a világi ifjúsági találkozókon lázadva, hát azt nem nevezném rock'n'rollnak, inkább nevezném gyávaságnak, meg inkább nevezném rendszerkonformizmusnak, hogy úgy mondjam. Na, az a helyzet, hogy a globális hálózatok azok mindenkit érintenek a világon. Mindenkit egyaránt érintenek a világon. Vannak olyan régiók, amelyeket kevésbé érintenek súlyosan, vagy kellemetlenül, vagy érzékenyen, és vannak régiók, amelyeket meg súlyosabban, nyilván a harmadik világot súlyosabban érintik a globális hálózatok, vagy az húsba vágóbb. De az biztos, hogy mindenki ki van téve a globális hálózatoknak. De itt, ma Magyarországon, András, itt ma Magyarországon... Itt ma a globális hálózatok elnyomása nem különösebb ellentétben az autoriter rezsimmel, ezzel az autoriter rezsimmel, meg az orosz autoriter rezsimmel. Én pedig azt látom, hogy azt érzékelem, András, hogy minden felületen, minden fórumon, ahol én hallak az utóbbi időben, mondjuk úgy az utóbbi egy-két évben megnyilatkozni, mindenhol Orbán Viktornak az ellenfeleit, az ellenlábasait minősíted és bírálod. Úgy a NATO-t, mint az Unió Bizottságát, mint a magyarországi ellenzéket, és nagyon sok igazságod van ebben,
András, hiszen ezek valóban bürokratikus, korrupt, alkalmatlan, hitvány intézmények, és mindegyik rengeteg hibával, meg rengeteg bénázással működik. De az a helyzet, hogy itt és most, ebben a történelmi helyzetben, ebben az országban, a monolit rendszer 13. évében az Európai Bizottság ellen lázadni, Washington ellen lázadni, Brüsszel ellen lázadni, globális hálózatok, globális multinacionális érdekek ellen itt és most lázadni, miközben Orbán Viktor éppen szövetkezik globális multinacionális részvénytársaságokkal annak érdekében, hogy a hatalmát stabilizálja, de közben a maga kultúrharcát a nyugati intézmények meg a nyugati liberális sajtó ellen vívja, ebbe a kultúrharcba beállni, és itt és most ezek között a körülmények között lázadni a globális erők ellen, rendszerkonformizmus. Így ítélem. Annyi ellenvetésem lenne, hogy ugye magát a jelenlegi Európai Bizottságot, pontosabban az elnökét, azt részben Orbán Viktornak köszönhetjük. Tehát nem csak erről van szó, tehát egyrészt hát erről is, de... a Robi érzékeléseivel nem tudok, nem is akarok vitatkozni, a másik, hogy én személyeskedni nem kívánok, nem fogok, próbálok Gábor a te kérdéseidre válaszolni. Annyi közbevetésem van, mert nem is igazán értettem, hogy a Robi miről beszél, főként amikor ugye jön az a rendkívül meggyőzően beszélt arról, ami szerintem totálisan értelmetlen, mert az, hogy Orbán Viktor ellenségei a NATO, meg az Európai Unió, és hogy én a Orbán Viktor ellenségeit támadom. Ellenlábasai. Ellenlábasai, na most az a helyzet, csak megint mondom, a tények nem szoktak téged nagyon zavarni, hogy 97-ben én részese voltam a NATO elleni népszavazási kampánynak, miközben Magyarországot végül a történelem fintora nem Horn Gyula, bár szerette volna, nem Horn Gyula vitte át a Varsói Szerződésből a NATO-ba, Orbán Viktor vitte be a NATO-ba. A 90-es évek magyar parlamentje úgy nézett ki, hogy a magát legeurópaibbá pozícionáló politikus az Orbán Viktor, az Európai, a Magyarországgyűlés Európai Ügyek Bizottságának első elnöke volt. Ha van politikus, aki 32 éve rendületlenül a 80-as évek angolszász neoliberalizmusát képviseli, amitől én már 89-90-ben hány ingert kaptam, azt Orbán Viktornak hívják. Szóval én nem igazán tudom, hogy ezeket a marhaságokat kinek címezted. Igen, de amikor... Gábor kérdésére pedig a válaszom annyi, hogy... Ja, és még egy. Bocsánat, köszönöm szépen, hogy megelőlegezted, de ki kell ábrándítsak, én nem lázadok senkivel szemben jelen pillanatban, mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy különösebben lázadozni tudjak. Tehát ez retorikailag megint kurvára szép, csak éppen nem igaz. Az ellenzékiséget jelenti. Milyen rezsimnek vagy az ellenzéke? Hogy amikor az a kérdésed, az a... Én nem vagyok hivatásos politikus szemben veled, én nem indulok választáson. Az a helyzet... Hát én nem indulok el választásonnal, tehát nem tudom, mit kérsz rajtam számon. Nézd, én sem vagyok hivatásos politikus, én sem indulok szóval választáson. Szóval az volt valaha a kérdésed, valaha indultam. Én is indultam, András. Így van. Ha az a kérdésed, hogy a rendszerkritikát hogyan értelmezem, a rendszerkritikát én a globális kapitalizmussal szemben tudom értelmezni, és a periféria vagy a félperiféria autoritár rezsimjei, felhalmozó kapitalizmusai, nemzeti burzsuáziái, beleértve természetesen a magyart is, ezer szálon függvényei ennek a globális kapitalizmusnak. Tehát megint okot és okozatot se biztos, hogy célszerű összekeverni. Én azt látom, hogy az, hogy a végeken, vagy a félvégeken itt Európa peremén kialakulnak autoriter elnyomó rezsimek, gondolok itt például a Törökországra is, az nem független a globális kapitalizmus egész természetétől, a centrum működésétől. Nem tudom szétválasztani a kettőt, csak a sorrendiség az másként néz ki nálam, és végképp nincsen kedvem semmiféle igazoló jelentést senkinek benyújtani. Jó részt azért, mert én sem veszem a bátorságot, hogy mondjuk a Robit kioktassam erről, arról, amarról valamiféle képzelt erkölcsi magaslatról. Meg kell nézni akár csak az elmúlt egy-két évben, miket írtam, mondtam. Én azt gondolom, hogy eléggé alapvetően bírálom azt, ami Magyarországon kormánypolitika címén történik. Ezt tettem itt egyébként ebben a műsorban is, amikor a magyar kormány vagy Magyarország mozgásterével kapcsolatban elemeztük Orbán Viktornak ezt a Széll Kálmán társaság előtti, vagy alapítvány előtti elaborátumát.
De abban mondom, én nagyon határozott vagyok, hogy a rendszerkritikát, tehát egy globális kapitalista rendszerben élünk, ennek pontosan az a természete, hogy átfogja az egész bolygónak a működését, ezért nem csak, hogy Oroszország, Törökország, Magyarország, de még, hogy mondjam, hogy a legpusztítóbb elnyomó rezsimeket, mondjuk egyenlítő Guinea, érted? Tehát a legrégebb óta hatalmon lévő diktátor, Guillermo Bassogó, 79, hogy kinyírta a nagybátyját azóta trónol, és képzeld el, őt is természetesen a véreskező egyenlítői guineai diktátort is Barack Obama fogadta, miután Afrikának a legújabb olajkincseit egyenlítői Guinea partjainál fedezték fel. Tehát az a helyzet, hogy egyenlítői Guineától Narendra Modi indiai rezsimjén át, ami egyébként szintén demokratikus, Orbán Viktor egyébként demokratikusan megválasztott rezsimjéig bezárólag, nem tudom másként elemezni, értékelni, viszonyulni és a többi, mint a globális kapitalizmus függvényei. Például akkor, ahogyan a külügyminiszter tegnapi davoszi nyilatkozatát felidézzem, amikor ugye ezeknek a félautoriter rezsimeknek is ugye olyan stratégiájuk van, hogy a német autóiparnak azzal kedveskednek, hogy ingyen odabocsátják a kelet-ázsiai akkumulátor üzemeknek a magyar vízkincset, termőföldkincset, és a magyar olcsó munkaerőt, aminek a védelmét éppen most gyengítették meg január 1-én, most már sokadjára. Nem tudom másként értelmezni a NERT és a magyar rendszert, mint a globális kapitalizmustól ezer szálon függő rezsimet. A kettőnek a kritikáját nem tudom elválasztani, és nem Orbán Viktor miatt olyan a globális kapitalizmus, amilyen, fordítva Orbán Viktor vagy a magyar rendszer, ahogyan a török, az indiai, az orosz, az egyenlítő guineai, és sorolhatjuk tovább, az azért olyan, amilyen, mert a globális kapitalizmus olyan, amilyen. Nem tudom nem látni. Én nagyon sokáig próbáltam nem látni, vagy próbáltam érteni, nem tudom nem látni azt, hogy mire használ ez a rendszer téged, András. Ténylegesen arra használ téged ez a rendszer. Nem, de mondom, Robi, hogy, ha személyeskedsz, akkor nincs miről beszélgetni. Mi az, hogy használ? Azon ki, hogy ordibálsz, mit értesz azon, hogy használ? Én elfogadom, én András, elfogadok meghívásokat, elmondom a nézeteimet, elmondom, amit igen. gondolok a világról, és miután nem neveztem be semmilyen versenybe, engem nem érdekel az, hogy kinek mi hasznos, mi nem hasznos. Hogy megvilágítsam, és be fogom fejezni, hogy megvilágítsam, hogy mit értek ez alatt, amikor a 2006 őszén megvakított ember Nagy Lászlóról történik egy megemlékezés a hazatérés temploma udvarán. Független attól, hogy ott van a Horthy szobor, elmegyek oda a gyertyát gyújtani, mert így gondolom helyesnek. Amikor Tamás Gáspár Miklós emlékére a munkásmozgalmi Panteonnál hát nem kevés rovott múltú ember síremlékének a szomszédságába. Megemlékezést, gyertyagyújtást tartanak szintén, elmegyek oda, mert ezt érzem helyesnek. Én nem vagyok pártpolitikus, nem versenyzek lájkokért, nem versenyzek kegyekért, nem versenyzek pozíciókért. Úgyhogy ezt az úcska dumát, hogy ki mire használ, lehet, hogy magadból indulsz ki, felejtsd el, légy szíves. Felejtsd el, mert nem érdekel engem. Nem én kiabálok. Csak te személyeskedsz, én megkértelek, hogy a személyeskedést, én szívesen vitatkozom veled is, hiába ordibálsz, szívesen vitatkozom, hogyha vannak érvek. Ha vannak érvek. Arról van szó, hogy az összes ellenlábasát a rendszer bizony az ellenlábasait, akik ellen a szabadságharcát vívja, Brüsszel ellen, globális hálózatok ellen, háttérhatalmasságok ellen, az Európai Bizottság ellen, te általad, a te megszólalásaid által a saját felületein hitelteleníti, kritizálja, és te ezt végzed a rendszernek. Amikor Lánci Tamással beszélgetsz a köztévében, ahol négyszer annyi műsoridőt kapsz, mint a parlamenti pártok, ellenzéki pártok. Akik nem fogadják el a közmédia meghívását, igen. Azok között a körülmények között kéne bírálni Orbán Viktort. Kéne Orbán Viktornak az átfogó kritikáját, nem a globális hatalmi struktúrában elfoglalt helyét kritizálni, hanem a
keleti önkényuralmakhoz rendelt autoriter tendenciáit Magyarország berendezkedésére, Magyarországon uralkodó viszonyokra vonatkozó autoriter működését bírálat alá vonni, és akkor azt azon kapnád magad, András, hogy nem hívnak a köztévébe, mert nem akarják azt hallani, amit te előadsz. De amíg azt mondod, András, nekik, ott a köztévében, amit ők szívesen hallanak, mert beleilleszkedik a narratívájukba, addig ők szívesen hívnak oda téged, és viháncolnak, miközben te a globális hálózatok ellen lázadsz Magyarországon 13. évében. Nem lázadok, tehát hagyjad a baromságot, nem lázadok. A globális hálózatokat kritizálod, Brüsszelt és Washingtont kritizálod, ezek között, és közben kifejezésre juttatod, hogy te nagyon más úton jutnál el ugyanoda, ahova Orbán Viktor eljutott. Orbán Viktor egy kerülő úton ment, ami szerinted helytelen és rossz út, de ahova vezet ezek ellen a hálózatok elleni lázadás az állam minden intézményén és minden propaganda eresztékén keresztül. Brüsszel ellen, a brüsszeli szankciók ellen, a brüsszeli politika ellen, a bizottság ellen, az Észak-Atlanti Katonai Szövetség ellen, a magyarországi tényleg alkalmatlan, tényleg hitvány alávaló aljadék ellenzék elleni lázadás. De most az a kérdés, hogyha még egyszer és harmadszor is belerúgunk Szabó Tímeába meg Jakab Péterbe, akkor Orbán Viktor nem is árulta ki Magyarországot az oroszoknak? Hogyha, mert neked ebben igazad van, tényleg tök alkalmatlanok, tényleg hasonlóan korruptak, de legalább sokkal ostobábbak, primitívebbek, rosszabbul kommunikálnak, összeszedetlenebbek, minden szempontból alkalmatlanabbak, mint a NER. És ha ebben mondjuk igazad van, és ezt 19-szer is elmagyarázod Lánci Andrásnak a köztévében, akkor Orbán Viktor talán, Lánci Tamásnak, bocsánat, akkor Orbán Viktor talán nem árulta ki Magyarországot, akkor talán nem vagyunk a kultúránk árulói? Na most, én nem tudom, nem tudtam, hogy ennek a műsornak az a tárgya, hogy Puzsér Róbert valami erkölcsi ítéletet mond rólam. Ha én ezt tudtam volna, lehet, hogy nem élek a lehetőséggel és a meghívással. Én ilyen diskurzusokban nem szeretek részt venni, és most jelzem, hogy ez az utolsó alkalom. Azt szeretném megint csak a tények kedvére, ezt tudom, hogy téged nem szokott könsebben zavarni. Én nem csak szerintem az elmúlt 3-4 hónapban, de azt megelőzően sem konkrét általad nevesített ellenzéki szereplőket szerintem soha a számra nem vettem, tehát akiket itt az előbb elsoroltál, csak nagyon megkérlek nagy tisztelettel, higgadtan, ne hazudjál. Tehát ha már engem minősítgetsz, legalább a tényekhez ragaszkodjál. Ha már ilyen nagy kedvel nézed a műsorokat, ahol szerepelek, azt is láthatod, független attól, hogy közmédia, jegyzem meg, hírtévében nem is nagyon hívnak, nem mint hogyha bánnám, csak ugye a tények kedvéért. Közmédiában, Lánci Tamás műsorában rendszeresen, sőt ebből van is csörte Lánci Tamás és köztem, én elmondom nyilván a témához kapcsolódóan, ami nekem alapvető kritikám a kormány politikájával kapcsolatban. Csak még egyszer szeretném utoljára rögzíteni, nem vagyok hajlandó aszerint megszólalni, és aszerint méricskélni a mondandómat, hogy mindenki Puzsér Róbert vagy bárki másnak az igényeit kielégítsem, hogy kellően nagy százalékba bírálom-e az Orbán rezsimet, meg a szultánt ahhoz képest, ahogyan más szereplőket. Jegyzem meg, ellenzéki, általad emlegetett politikusokat én soha a nyilvánosságban nem bíráltam. Amikor pedig megszólok, és a magyar kormány politikájáról van szó, ugyanúgy elmondom a meggyőződésemet, ahogyan elmondom a saját meggyőződésemet arról is, amit a világban zajló folyamatokról gondolok. Ha ez történetesen egybeesik azzal, amit Orbán Viktor mond, akkor így jártunk, mint ahogy az sem szokott zavarni, hogyha történetesen, hogy a legutóbbi Lánci műsorban úgy bíráltam a kormány beruházás politikáját, hogy az történetesen egybeesett több ellenzéki frakció hivatalos álláspontjával, és még egy utolsó megjegyzés, tehát azért az ne haragudj, kicsit nevetséges, hogy pont rajtam kéred számon azt, hogy én nem adom átfogó kritikáját a rezsimnek. Most hagyjuk is, hogy parlamenti képviselőként mit csináltam. Történetesen a jogállam lebontása ellen az első tüntetésnek nem csak szónoka voltam, én hirdettem meg. Lehet, hogy ez neked nagyon vicces, számomra kevésbé, de csak az elmúlt 3 évben én többször, ne haragudj, én a gondolataimat nem ordibálással szoktam kifejteni, hanem írásban. Többször is a 24.hu-n, az Ellensúly című folyóiratban,
az Indexen, leírtam a gondolataimat, átfogó azonnali.hu-n az átfogó kritikámat erről a magyar rezsimről. Pont, megtettem a magamét, jegyzem meg, ezt nagy kedvel idézgették utána különböző ellenzéki szereplők is. Nos, amikor azt mondod, hogy ez történetesen egybeesik a te véleményed Orbán Viktor véleményével, akkor az úgy gondolom, hogy ez nem véletlen, és nem véletlen, hogy a köztévén történik. Nem véletlenül esik egybe. Nem úgy van, hogy ez speciál egybeesik, úgyhogy így jártunk. Nem véletlenül esik egybe, hanem az Orbán rendszer gravitációs tere az, ami pályára állítja értelmiségiek tömegét Magyarországon. Ez az igazodás. Magyarországon nagyon-nagyon érzékenyek a receptorok arra, hogy mit vár a hatalom, és bizony ez a gravitációs tér, ez a roppant gravitációs tér, ez meghajlítja az emberi jellemeket, az emberi személyiségeket, az emberi véleményeket. Az a helyzet, hogy az egyenlő távolságnak, a két kurzustól való egyenlő távolságnak az eszménye, az akkor alakult ki, amikor a két kurzus nagyjából hasonló erejű, nagyjából hasonló hatalmú entitás volt 2006 és 2014 között. Ez az az időszak, amikor ezt a középen állást, ezt a centrális pozíciót úgy a térben kiméricskélve meg lehetett határozni. Na most a mostanra, 2023-ra úgy áll a dolog, hogy az egyik pólusban van egy óriás bolygó, amelyik meghajlítja a szellemi teret, meghajlítja a gondolkodást és az emberi személyiséget és jellemet, a másik oldalon meg az űrben lebeg néhány hulladék, egy fagyott koton, mellette három konzervdoboz, az egyik üres, meg egy bőrönd, és benne egy manó ugrál, ami gyurcsány, valóban gyurcsány alakú manó ugrál a bőröndben, jaj, csak ki ne nyíljon a bőrönd. Na és ezek között kéne az egyenlő távolságot a térben kiméricskélni. Erre mondom azt, hogy ez a centrumpozíció, ez már réges-régen pályán van az óriás bolygó körül. Én nem az egyenlő távolságot méricskélem, hanem mindkét, vagy minden egyes hatalmi tényezőhöz képest a gravitációs téren kívüli pontot keresem. Nem lehet az óriás bolygó, meg a hulladék közti térbeli félutat meghatározni. Egy olyan pontot kell keresni a térben, ahol nyilván a bőrödnek, a gyurcsányi bőrönnek a gravitációs terében sem vagyok, és az óriás bolygó gravitációs terében sem vagyok. Ehhez az óriás bolygótól nyilván távolabb kell esni. Ez az óriás bolygó nem csak a magyar államot jelenti, hanem a teljes magyar gazdaságot, az ahhoz tartozó úgynevezett nemzeti oligarchiát, az ahhoz tartozó intézmények a tömegét. Ez itt ma Magyarországon a centrális pozíció már nem ott van, ahol 2006 és 2014 között, csak ezt szeretném jelezni. És amikor nagyon-nagyon élvezi Lánci Tamás a te társaságodat a köztévében, akkor legalábbis gyanakodhatsz, András, hogy a pályán, hogy te a pályán állsz, és a pályán keringsz akár egy műhold. Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy ugye itt úgy vagyunk hárman, hogy szerintem egymásnak, hogy mondjam, a jellemét nem gondoljuk, hogy legalábbis én biztos vagyok mind a kettőtökről, hogy a jellemeteket semmi nem hajlította meg, mert itt ugye Robi több ízben beszélt arról, és hogy jellemeket hajlított. Nekem a beszélgetés nagyjából véget is ért, mert én hajlandó vagyok, még ha nem is értek egyet valakivel, de respektálni az álláspontját. Én mostanáig így voltam Puzsér Róbertel is, de amikor a vita arról szól, hogy az egyik rendes bolsevik módjára nyilván, akiknek a Robi minden meg akar felelni, azt gondolja, hogy aki vele nem ért egyet, annak meghajlotta a jelleme. Nincs miről beszélgetni. Nem tovább, mondtam, szerintem, hogy a jellemed, azt de mondom, emberi jellemek tömegét hajlítja meg, emberi gondolkodást. Súnyi módon erre célozgat, hogy részemről itt a beszélgetés véget ért. Nem tudom megítélni, András, hogy a gondolkodásodat változtatta meg, vagy a személyiségedet változtatta meg. Nem tudom megítélni, csak azt látom, hogy értelmiségiek tömege, akiket én korábban a centrum értelmiségként azonosítottam, tömege igazodik, alkalmazkodik a rendszer elvárásaihoz. Szabadjon szóvá tenni anélkül, hogy személyes konfliktust meg személyes sértettséget generálnál ebből, András. Szabadjon szóvá tenni valamit, ami látványos, és ami alig ha csak nekem tűnik fel.
Tehát szabadjon megemlíteni azt, hogy András az utóbbi néhány évben úgy fejezett ki magad a nyilvánosságban, ahogyan az ennek a 13 éve berendezkedett monolit rendszernek nagyon megfelel. Nézd, az Orbánocentrikus világképpel nem tudok, nem is akarok mit kezdeni, tehát az, hogy valaki úgy értékeli a politikai pozíciókat, hogy valaki éppen egyetérte Orbán Viktorral, vagy nem ért egyet Orbán Viktorral, erre én csak gyógyulást tudok kívánni. Én ehhez nem is kívánok igazodni. De nincs egyeduralma Orbán Viktornak Magyarországon. Egyeduralma, volt egy választói döntés. Én most is elmondom. Ez legitim, ez az egyeduralom. Én most is elmondom azt, hogy miben nem értek egyet ezzel a rezsimmel. Az elmúlt években is világosan kifejtettem, hogy mi az alapvető vitám ezzel a rezsimmel. Az, hogy az orbánocentrikus világkép csak abban tud gondolkodni, hogy valaki megjelenik egy Orbánhoz lojális kontextusban vagy sem, ha valaki csak abban tud gondolkodni, hogy valaki a másik egyetérte valamiben a miniszterelnöki pozícióban vagy sem, ezzel nem találok vitatkozási felületet. Ez a helyzet, és én itt be is fejeztem. Nem az a probléma, muszáj, nem az a probléma, muszáj lezárnunk sajnos. Nem az a probléma, hogy az Orbánhoz lojális kontextusban jelensz meg, hanem hogy ezt a kontextust nem konfrontálod. De hazudsz, mert konfrontálom, nem egyszer konfrontálom, tessék akkor megnézni a műsorokat, ne csak de annyira nem konfrontálod, hogy ne hívjanak be. Tehát annyira konfrontálod, hogy még behívjanak, és hogy még élvezzék a társaságodat a köztévében. Jó, az hát a paranoiával nem tudok mit kezdeni, de van egy ajánlatom. Ne tessék írni akkor az Indexre, mert az Indexet is ugyanazok tartják fönn. Nem az az érdem, hogy hol szerepelsz. És azoknak is megvan az érdekük abban, hogy Puzsér Róbertnek mire adjanak nyilvánosságot. De nem az a szemrehányásom tárgya, András, hogy te hol szerepelsz, hanem hogy azon a helyen, ahol szerepelsz, milyen mértékben szolgálod ki azt az elvárást, az amit ott támasztanak veled szemben. Elmondtam az előbb a véleményemet, hogy történetesen arról van szó, hogy valamiben nem élesen konfrontálódik a véleményem azzal, amit a hatalom gondol éppen, mondjuk a szankciós politikáról, akkor ez van. Ha valamiben meg élesen konfrontálódik a véleményem, annak is hangot szoktam adni, hogyha megnézed tárgyalagosan, bár ez nyilván nehezedre esik, ezeket a műsorokat. Hát számomra váratlanul feszült hangulatú harcosok klubja kerekedett az elmúlt másfél órában. Nagyon nehéz most megszólalni ezután a másfél óra után, annál is inkább, mert a Puzsér Róberttel és Siffer Andrással egy másfél évvel ezelőtt egy ATV-n futó Snobjektív című tévéműsorban dolgoztunk együtt legutoljára így közösen, ami a globális cégekről szólt, és egy nagyon jó hangulatú műsor kerekedett belőle. Hát ebben most nem kerekedett jó hangulatú műsor, amit én egyrészt sajnálok, másrészt érdekes volt a vita, de hát jó hangulatúnak semmiképpen nem nevezném. Én nagyon remélem, hogy ha nem is együtt, de külön-külön mind a ketten jöttök még a Harcosok klubjába, a személyeskedő részét sajnálom a műsornak. Azt pedig, amit, hogy mondjam, az eszmecsere részét meg nagyon élveztem, volt egy olyan szakasz a műsornak, ami ebből a szempontból nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy eljött Puzsér Róbert, köszönöm szépen, hogy eljött Siffer András. Robival az Önkényes Mérvadóban, Siffer Andrással a Benfentességben, itt a Spirit FM-en biztosan fognak még találkozni a kedves nézők, kedves hallgatók, akiktől most elköszönök, Szabó Beti szerkesztő nevében és a műsorvezető Gavra Gábort hallották, viszont hallásra, viszont látásra.